Csebők György zongoraművész 1922. novemberében Szegeden született. Ma az Egyesült Államok Indiana államában, Bloomingtonban él. Az egyetem büszkeségei már 40 éve. Amikor nem tanít, járja a világot. Koncertjeire, mesterkurzusaira ezrek szeretnének bejutni, de csak keveseknek sikerül. Tám maga sem tudja, hány lemezett CD-je van forgalomban. Hányan hallgatják s tanulják azt a muzsikálást, amit csak ő tud manapság. Zongoraművészként ma is a legjobbak között jegyzik. Zenepedagógusként azonban az első, mértéktartóbban fogalmazva, bár erre voltak éppen semmi ok, a legelsők egyike a világon. Barátai, ha olykor bloomingtoni otthonában felkeresik, még ma is csodálkoznak. A házigazda olykor magukra hagyja őket, s ilyenkor önmagába fordulva némán tűnődik a világ dolgairól. Csak egymás közt súgják halkan a vendégek. Nézd, ismét olyan, mint a dalai láma. Mert szerintük ő a zongorázó láma. Érdekli a technika? Tudomány? Tudomány, igen. A fizika, elvont fizika jobban, mint a gyakorlati. Mi izgatja benne? Az mindig érdekelt. Illetve egész kis gyerekkorom óta. Köszönhető apámnak és nagyapámnak. Apám magyarázta el nekem, lehetem 5 éves körülbelül, hogy a naprendszer hogy működik, hogy vannak a bolygók, és mindezt aztán próbáltam a 3 éveseknek elmagyarázni. És nagyapámmal pedig minden ebéd után volt egy ilyen 1 órás séta. És nagyapám egy orvos volt, és egy nagyon bölcs ember, aki táplálta az agyamat, hogy úgy mondjam. Föltett kérdéseket, mesélt anatómiáról, fizikáról, fiziológiáról. Biztosan jól adagolta, tudta, hogy én mennyit tudok ebből megérteni, de ez a kíváncsiság, amit én egy nagyon fontos tulajdonságnak tartok, ez megmaradt bennem. És bizonyos fizikusokat kifejezetten szeretek. Nem ismerem, vagy ismertem őket személyesen, de Einstein az a nagyapám, azt mindig azonosítom. Vagy Feynman például, annak úgy csodálom a zseniét és a humorát, és azt, ahogy egyesíteni tudta magába a legabstraktabb gondolatokat a legpraktikusabb viccekkel. Szóval Feynman egy csodálatos figura volt. És a filozófia? Ez nem vonz? A filozófia az tulajdonképpen nem egy tudomány igazán, úgy, mint ahogy a pszichológia se az. De a filozófia az egy nagyon nehéz dolog, mert az ember elolvas egy zseniális filozófiai művet, és mindennel egyetért. És aztán elolvas egy másikat, ami az ellenkezőjét mondja, és azzal is egyetért. Megjelent egy könyv Franciaországban, Revel filozófus írta, akinek a fia egy buddhista szerzetes lett. És a könyv az az apának és a fiúnak a vitája. Nem veszekedése. Mindegyik a maga álláspontját tartja, és hasonlítja össze. Úgyhogy ez a fajta filozófia, amelyik kutat valamit, az nekem gyönyörű. Az a filozófia, amelyik azt mondja, hogy talált valamit, attól félek. Tulajdonképpen valami fajta, hogy mondjam,
mert nehéz megfogalmazni. Szóval valami fajta külső mozgató iránt érdeklődik ilyenkor az ember? Vagy önmagát próbálja valahogy megfejteni? Mit ért ők? Isten, vagy a teremtő, vagy valaki, aki végül is rendszert visz ebbe az egész körülöttünk lévő mindenségbe? Szerintem rendkívül nagyképű dolog akármilyen fajta definíciót mondani. Meg vagyok a győződve, hogy az ember nem a teremtés koronája. Ez egész biztos. Azt hinni, az körülbelül olyan, mint amikor azt hitték, hogy a Föld az a világ közepe. És a nap, meg az összes többi pöttye az égen, az körülötte forog. Hát ilyen fajta hitben nem tudok hinni. Illetve ilyenkor mindig eszembe jut Woody Allennek egy csodálatos válasza, amikor megkérdezték tőle, hogy mi az élet értelme. És erre azt mondta, hogy hogy tudjam ezt megmondani, amikor azt se tudom, hogy a toaster hogy működik. Igazi Woody Allen-es válasz. De hát tulajdonképpen ez a keresés tartja életben az embert, meg az emberi szellemet, nem? Persze. Na most erre lehet nagyon negatívan reagálni. Az ember keres valami biztonságot, valahova tartozni például, ami legyen egy klub, vagy egy vallás, vagy egy párt, vagy valami, amiben belekapaszkodik, vagy egy hit, vagy egy meggyőződés. De ez olyan veszélyes, mert akkor jön valami új ismeret, és akkor az egészet le kell rombolni, és föl kell építeni újra előről. Úgyhogy kíváncsinak lenni és nyitva maradni, azt hiszem az lenne egy ideális állapot, ami nem mindig sikerül. Van olyan klub, vagy bármi, ahova ön tartozik? Indiana University-n kívül? Igen. Nem, ennek volt egy története, hogy Magyarországon voltam, magyar voltam, magyar is maradok sok szempontból, az irodalmat szerettem. Ha valami történik, ami Magyarországnak jó, akkor örülök, ha valaki valami nagyszerűt produkál, akkor büszke vagyok rá. De aztán Franciaországban éltünk, és akkor ott idegen vagyok. Mert franciává válni nem lehet, az késő. Európainak lenni lehet. Szóval Franciaországban az ember leveti az egyik bőrét, és európai lesz. Akkor egy európai Amerikába költözik, és ott él most már 37 éve, akkor megint idegen marad. Most feladni azt, ami volt, ahhoz, hogy amerikaivá váljék, az nem érdemes, mert európainak lenni gyönyörű, magyarnak lenni szép, úgyhogy az ember földlakó lesz. És az nem rossz. Az zongora hogy került az életébe, illetve a muzsika?
A zongora az úgy született, hogy az volt az egyik játékszer. Volt egy kis közmozdony, meg volt egy kis fölhúzható autó. Egyik se volt olyan érdekes, mint a zongora, mert egyik se szólt. Egyik se tudott produkálni annyiféle hangot. Ütögettem a zongorát, néha beletettem papírt a húr tetejére, amit apám nem szeretett. Én nem tudtam, hogy ez egy nagy invenció, majd később a prepared piano. És amit hallottam a rádióban, azt lejátszottam a zongorán. Kikerestem a harmóniákat balkézzel, primitíven, és persze erre nem emlékszem pontosan, de későbbi nagyapa leírása szerint valami 30 kis darabot játszogattam. És akkor azt mondták, hogy tanuljak zenét. Aminek nagyon örültem volna, és kerültem egy nagyon aranyos öreg nénihez. Nem tudom, lehetett 25 éves, most nem tudom, nekem az volt. És ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy ez a C, ez a D, ez az E, mert nekem a hangoknak nem volt nevük, csak hangjuk. Ahelyett azt mondta, hogy ez a kis Cecília, ez a Dezsőke, ez az Évike, ez a Ferike. És én nem tudtam, hogy miért kell nekem ezt a sok nevet mind bemagolni. Sokkal könnyebb lett volna egyszerűen mindent annak hívni, ami. És volt a Szegi Endre, aki annak idején Kodály növendék volt, és miután ez Szegeden történt, ő nem, nem Szegi Endre volt, hanem Szögi bácsi, és ő tanított szolfést. És fölírt valamit a fekete táblára, és ott ültünk mi gyerekek, lehettem már akkor 6-7 felé, és mondta, hogy na hát énekeljetek. Ez az első hang, és énekelt egy hangot. És én nem énekeltem, és mondta, hogy Gyurika, miért nem énekelsz? Mondtam, hogy azért nem, mert a Szögi bácsi D-t írt, és F-et énekelt. És akkor a Szögi bácsi nagyon meg volt lepve, és azt mondta, hogy hát neked abszolút hallásod van. Amin én voltam nagyon meglepve, mert azt hittem, hogy az mindenkinek van. Én nem értettem, hogy hogy ezt más nem hallja, hogy az nem egy D, hanem egy F. És akkor kezdtem darabokat tanulni. Baranyi János lett a tanárom, addig, amíg Szegeden volt, aztán ő Debrecenbe költözött. Ön pedig Pestre? És először nem, először a Sándor György. Baranyi János elment Pestre keresni egy utódot, aki hajlandó lejárni Szegedre minden héten, és ott néhány válogatott volt növendékének órát adni. És Sándor György akkor volt Bartók növendék éppen, és ezt vállalta örömmel, jött minden héten Pestről, és ez 16 éves koromig tartott. Akkor ő elment Amerikába, és apám nagyon veszélyesnek tartotta, hogy én vagyok a legjobb zongorista Szegeden. Úgyhogy elküldött Pestre, és akkor kezdődött a nagy élet. Ez mit jelent? Ó, beköltözni egy albérleti szobába, ahol a tulajdonosnak van három szép kislánya, mind a háromnak lehet udvarolni egyiknek a másik után. Lehet járni az akadémiára, zsenikkel körülvéve. Hiszen Bartók jött szembe a folyosón, Kodálynál zeneszerzés, Weiner Leónál kamarazene. Szóval csupa jelentős, érdekes, tehetséges vagy zseniális ember. Azon kívül egy csomó olyan kolléga, mint a Starker János például, akikkel lehet kamarázni. És ugyanakkor a tudata annak, hogy jön a háború, és már kvázi a küszöbön van, és nem tudjuk, hogy meddig tart ez az élet. Úgyhogy gyorsan meg kell tanulni. Tudatában voltak ennek, hogy milyen korszakot élnek? Hogy tudatában voltunk-e? Hát nem olyan mértékben, mint miután átéltük. De tudtuk, hogy ez egyfajta világvége, ami jön.
Most ez meddig tart, hogy ez örökké összeomlik-e, vagy pedig megint fölépül valami, azt nem tudtuk, de nem is gondoltunk sokat a jövőre. Elhesegettük ezt a gondolatot, átéltük a jelent. És miután a jövő az ennyire ködös volt, ez még élénkebbé tette a jelent számunkra. Hogy élte túl a háborút? Hogy vészelt át? Követ törve a Kárpátokban. 21 éves koromban besoroztak. És egy ilyen, nem egy koncentrációs tábor volt, hanem egy munkatábor. És a feladatunk az volt, hogy a Kárpátokon keresztül egy utat építsünk. Ami abból állt, hogy lerobbantottak egy sziklát, és azt mi egy 8 kilós kalapáccsal addig vertük, amíg kavics lett, és akkor azt ráhordtuk az útra. És valahogy az volt a terv, hogy majd ezzel a németek bevonulnak a Szovjetunióba, de fordítva történt. Ugyan nem hiszem, hogy ezt az utat nagyon sokan tudták használni, nem volt valami nagyon, nagyon professzionális útépítés. Szóval ez így állt a helyzet, és az alatt, az idő alatt a civilizációnak, a legegyszerűbb civilizációnak a nyomait se láttam. Volt valaki, aki megkérdezte nagyon naivul, hogy tudtam-e gyakorolni ez alatt az idő alatt. Egy ágyat nem láttam ez alatt az idő alatt, vagy egy asztalt. És hogy lett vége? A vége úgy lett, hogy oroszok egyre közelebbről lőttek. És akkor mindenki ment, amerre látott. Ön például merre? Én például mentem az erdőbe. Az megszöktem. És akkor megtaláltak, és betettek egy vagomba, és elvittek Pestre. És Pesten bementem a Vadász utcai üvegházba, mint annyian, és akkor a háború elvonult a fejünk fölött, és onnan kijöttem, és kezdődött az új élet. Most amikor ezt egyesek traumának fogják föl, akkor mindig tiltakozom. Mert? Először is, hogy bírja ki egy zongoristának a keze ezt csinálni? 8 kilós kalapáccsal reggeltől estig követ törni, és aztán targoncákkal szállítani, de nem ártott. És mondjuk a lelki része az egy olyan dolog, hogy az ember próbálja nem átélni a realitását. Ezt hogy kell? Azt valószínűleg úgy kell, hogy az ember egy bizonyos függönyt ereszt le, és a világot azt úgy nézi, hogy milyen szép a Kárpátok. Most véletlenül nem mint turista nézem, de hát még úgy is szép. Nem volt halálfélelme? Nem. Nem, volt valamilyen rejtett, furcsa optimizmus, hogy ennek majd egy szép napon vége lesz. Egy ilyen irrealitás. Persze vége is lett, utólag kiderült, hogy az optimizmus nem volt alaptalan. De ugyanúgy lehetett volna alapos, mert volt olyan, aki itt meghalt, vagy agyonverték, vagy nem tudom mi. Lehet, hogy az is optimista volt, csak neki nem volt alapja rá. Thank you.
háború után hogy alakult a pálya? Elindult a magyar zenei élet, ami egy megdöbbentő dolog volt, mert emlékszem rá, hogy Budán még lőttek, de Pesten már a zenekar próbált. Zenekari tagok fölkötött karral mentek a próbára, hogy ne vigyék el őket kis robotra. És akkor már játszottam egy koncertet Gerler Robert nevű hegedűssel a Zeneakadémián, és akkor első feleségemmel éltem, aki brácsás volt, elsőrendű brácsás, akinek volt egy családja Erdélyben, Déván. És ő elment a dévai családjához, én lementem Szegedre, szintén családhoz, és megállapodtunk, hogy Déván találkozunk. Úgyhogy egy vonat tetőn mentem, mert más mód nem volt rá, és a román határon leszállítottak a vonat tetőről, kértek iratokat, ami nem volt, úgyhogy lecsuktak a aradi börtönben, és ott egy darabig söpörtem az aradi utcát. És aztán, amikor mindenki ment a söprűvel, akkor én megfordultam, és másfelé mentem. És kerestem egy muzsikust, valakit, aki tudja, hogy én ki vagyok, mi vagyok. És találtam is egyet, a Balassa Tamást, aki most is Pesten él, kiváló jazzzongorista, kiváló muzsikus. És akkor ő bemutatott valakinek, és elmondta, hogy én ki vagyok, és az illető az elvitt engem valamilyen hivatalba, ahol az íróasztalnál az az ember ült, aki engem letartóztatott. Ő is emlékezett én rám, én is ő rá, de viszont ez akkor Románia volt, úgyhogy nem számított, kaptam papírokat, és mentem Dévára. És első feleségem családja az úgy fogadott, mint hogyha az ő gyerekük lennék. És azt tudtam, hogy nekem ott élni és maradni annak a világon sem értelme nincs. Úgyhogy elmentem Bukarestbe. Most, hogy honnan hallott rólam Enescu, azt nem tudom. Mindenesetre zongorám még nem volt, frakkom nem volt, kottám nem volt, semmim nem volt. De jött egy fölkérés Enescu-tól Mozart D-moll zongora versenyt játszani vele. Ami meg is történt, igazán nagyon nagy sikerrel. És akkor tanítottam és turnéztam mindenféle erdélyi városokban. És utána visszamentem Pestre, ahol tudtam, hogy Starker és még néhány magyar muzsikus elment Franciaországba és Párizsban vannak. Úgyhogy utánuk mentem és csatlakoztam, és ott éltünk egy kis bohém hotelben, teljesen bohém élet alapon. Kicsit fázva, kicsit éhezve, nagyon boldogan, ott éltünk egy darabig. Viszont Franciaországban akkor a helyzet rettenetes volt háború után. Franciaország akkor ocsúdott föl valahogy a háborúból, és egy idő után, talán majdnem egy év lehetett, visszamentünk Pestre, ahol Starker azonnal első csellista lett az operában, és elhatározta, hogy nem marad Magyarországon, úgyhogy visszament Franciaországba és onnan Amerikába. Én Magyarországon maradtam, és akkor a Bartók konzervatórium fölkért tanárnak. És megvártam azt, amíg Magyarországra nem lehetett elutazni többet. Illetve úgy lehetett elutazni, hogy az állam elküldött zongorázni. Bulgáriába, Lengyelországba, mindenhova. Szovjetunióba is, kivéve Albániát. És
azt hiszem, hogy megbecsült művésze lettem a akkori magyar társadalomnak. Nem éreztem magam különleges veszélyben, viszont az volt az érésem, hogy ez egy rendkívül szűk horizont. És el voltam határozva arra, hogy most az életemnek a hátralévő része így fog eltelni. És akkor jött 56, amikor egyszer csak minden kinyílt. És tulajdonképpen a feleségem, a második feleségem, akivel most már boldogan élünk 41 néhány éve, ő mondta, hogy menjünk be a világba. Megérkeztünk, és volt $6.50 a zsebünkbe, és 2 koffer. És még az előző párizsi kalandból megismertünk egy angyali házaspárt Limózsban, akik meghallották, hogy mi megérkeztünk, és hát rögtön nagy volt az öröm. Ami a mindennapi problémát illeti, ami alatt azt értem, hogy kell reggelizni, ebédelni, vacsorázni lehetőleg, és aludni valamilyen fedél alatt. Arról Gallia Tamás gondoskodott, amit soha nem felejtettem el neki, és most is hálásan gondolok az emlékére, és szomorúan, hogy már nincs. Mert ő, neki már volt egy állása Párizsban, a Paté Marconinál, és azt mondta, hogy addig, amíg ő neki van pénze, addig nekem nem lesz gondom. És mondtam neki, hogy ha van fölösleges pénzed, akkor miért nem fekteted be IBM részvényekbe például. És akkor mondta ezt a számomra emlékezetes mondatot, hogy te vagy nekem olyan biztos, mint az IBM. És így történt néhány rövid hétig. És akkor a Limózsiakon keresztül megismertük Rosé de Pourtalest. Az a Pourtalest, aki a Chopin Liszt könyveket írta. Nem őt ismertük meg, illetve az ő unokahúgát, aki rendezett számomra egy koncertet Párizsban. Egy ilyen 19. századi koncertet a szalonjában, ahol meghívott közönséget. Többek között Monsieur du Surget, aki akkor az Aix-en-Provence-i fesztiválnak volt a igazgatója, később a Párizsi Operának. És ő oda jött, mondta, én ilyen zongoristát nem hallottam 10 éve, érdekelne, hogy vele dolgozzam. És engem nagyon érdekelt. Úgyhogy ő bemutatott Erátónak, a hanglemezgyárnak. A hanglemezgyár ajánlott egy szerződést 8 lemezre, amit föl is vettem. Az első lemez megjelent, megkapta a nagy díjat, Grand Prix du Disque, és ezzel elkezdődött az élet. Kivettünk egy lakást, ahol meghívtuk a Gallia Tamást, hogy lakjon velünk egy darabig. Visszaadtuk az adósságainkat, szóval így történt. Kicsit meseszerűen. Egy csapásra megváltozott tehát az élet. Meddig éltek Párizsban? 6 évig. És ott ért a telefon meghívás Bloomingtonból. Illetve előzőleg Colorado Egyeteme és Pennsylvania hívott meg, de eszem ágában nem volt Amerikában menni. És akkor? Bloomington mit
mitől volt vonzóbb, vagy miért volt vonzóbb? A dékán, Dean Bain, aki egy olyan fajta jelenség volt, mint a De Gaulle Franciaországban, egy valaki, akinek óriási tervei vannak, és óriási látóköre, ő telefonált egy párszor, és mondta, hogy jöjjek egy évre, nézek körül, ha tetszik, akkor maradjak. És hogy lett az egy évből ilyen hosszú idő? Az egy évből 37, mint az életből, mindig hozzájön egy év. Jött egy második év, egy harmadik, egy negyedik, akkor vettünk egy házat. De mindig úgy tekintettük, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen epizód, ez egy átmeneti állapot, nagyon kellemes, de végül is majd visszaköltözünk, és Svájcban fogunk élni. De aztán mégis maradtak. És aztán pedig Amerikában nem könnyű megtelepedni, sem jogilag, sem életformát tekintve. Jogilag nem volt nehéz abból a szempontból, hogy volt egy fajta vízum, amit úgy hívnak, hogy Exchange Visitor Visa. Miután Amerikát azzal vádolták, hogy híres embereket, vagy jelentős embereket ide csábít, és kiüríti Európát, Amerika Egyesült Államok garantálta ezzel a fajta vízummal, hogy 4 év leteltével visszaküldi azt, aki ezzel a vízummal jön. És ezzel a vízummal jöttem. Úgyhogy a 4 év letelt, és akkor azt mondtam, ha én most visszamegyek Franciaországba, ott is maradok. Akkor kész. Befejeztem az amerikai életemet. És akkor elindult egy leírhatatlan mozgalom. Az egyetem elnöke elment Washingtonba, az Indiana államnak a szenátora letett egy törvényjavaslatot, nem tudom, hogy fordítani, egy bill az amerikai kongresszusban, aminek itt van egy példánya, hogy én egy kivétel legyek. És ezt a kongresszus megszavazta, és akkor letett egy második bilt, hogy ne kelljen kivárni az 5 évet az állampolgárságáig, hanem azonnal. Azt is megszavazták, az is itt van a fiókban. De ilyen szempontból nem volt nehéz. Nekem nem kellett semmit tenni, de annyian jöttek, mentek és tettek ebben az ügyben, hogy akkor itt maradtunk. És Bloomington pedig egy ilyen nemzetközi kultúrsziget tulajdonképpen. Érdekelne, hogy ez az egyetem tulajdonképpen hogy jött létre? Hogy mondjam, nekem az az érzésem, hogy az egyetem a város maga, és a köré épültek házak. Tehát nem a városnak van egy egyetem, hanem az egyetemnek van városa. Hogy született, nem tudom a pontos történetét, hogy kitette le az alapkövét Bloomingtonnak. Az alapköve az valószínűleg egy nagyon nagy összeg volt, amivel elkezdtek építkezni, és dormitorik, és ilyen iskola, és olyan iskola, és zeneiskola. És a zeneiskola az egy közepes zeneiskola volt, amilyen sok van. És akkor jött Dean Bain, dékán, ezelőtt 50 évvel, és a Chancellor Wells, ő akkor volt az egyetem elnöke, és ő egy olyan jelentős figura, mint ahogy az ember Lincoln-t képzeli, vagy Washington-t. És ő meghívta a Dean Bain-t, azt mondta, hogy teremtse meg itt a világ legjobb zeneiskoláját. És fogja őt segíteni. És Dean Bain, akinek ehhez megvolt a tehetsége, a víziója, elkezdte gyűjteni a művészeket maga köré. Nem csak azokat, akik híresek, hanem azokat, akikről ő tudta, hogy híresek lesznek. Szóval nagyszerű orra volt, nagyon keveset tévedett, és akkor még egy épületet hozzáépítettek, és még egy épületet, és aztán az operát, és aztán még 2 hangversenytermet, aztán a zenekönyvtárat, aminek a polcai 10 kilométer. És így lett belőle egy valóságos birodalom, zenebirodalom.
Indiana Egyetem büszkesége. Beszéltünk Bloomingtonról, Budapestről, Párizsról, nem beszéltünk Svájcról. Pedig, ha jól tudom, oda is nagyon erős szálak kötik. Igen. Szóval ez a nemzetközi utazás, ez egyre több lett, és a berlini hochschulenak is vendégtanára lettem. A tokiói Toho Schoolnak is minden évben egy hónapra, stb. Szóval nagyon-nagyon megtelt az élet munkával. És Iowa University tartottam egy rövid kurzust, és a feleségem pedig elment Ernen nevű svájci faluba Tomán Istvánnak a három lányával. És meghívták a feleségemet, aki el volt ragadtatva részben a falu szépségétől, részben a bölcsességétől, részben a szellemétől az embereknek, akik ott élnek, ezek a hegyi emberek, akik ugyanakkor időnként elmennek Ausztráliába körülnézni, vagy beszélnek négy nyelvet. El volt ragadtatva tőle. És akkor következő évben oda mentünk nyaralni. És rákövetkező évben is oda mentünk nyaralni, és következő évben a postamester, a Herr Schmidt, akinek a családja kezében van a posta, én nem tudom hány generáció óta, és még soha nem veszett el egy levél, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy Ernen az egy nagyon híres hely volt a középkorban. Ott járt Napóleon, Goethe, ott aludt, meg nem tudom mi. Tegyük vissza a térképre. És mondtam, hogy boldogan. Boldogan. Ott meg tudok valósítani egy álmot, ami egy nagyon régi álom. Az, hogy ez nem egy iskola, ahol nekem osztályzatot kell adni, ahol szervezni kell, ahol tanári kar van, hanem úgy, mint annak idején alatt a reneszánsz időket értem. Oda jönnek a fiatal muzsikusok, fiatal művészek körém, hogy úgy mondjam, és abban a csodálatos környezetben dolgozunk együtt. És ezzel elindult Ernen, és elnevezte Musikdorfnak, ami most annyira ismert, mint Ernen Musikdorf, hogy még azt hiszem a posta stemplin is az van, Ernen Musikdorf. Ez az életem egyik nagy öröme. Mert talán ez az egyetlen dolog a világon, ami nélkülem nem jött volna létre. Minden más lenne. Élvezi még mindig a tanítást? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem nagyon élvezem a tanítást akkor, amikor nem tanítok. Ami azt jelenti, hogy ha arra gondolok, hogy most majd kell, akkor van egy olyan érzésem, hogy tulajdonképpen fáradt vagyok. De amikor elkezdődik a tanítás, akkor fölébred az érdeklődésem, semmi másra nem tudok gondolni. Aki éppen ott játszik, az lesz a világ közepe. Én tökéletesen kiürítem saját magamat és a saját gondolataimat, mert hiszek abban többé-kevésbé, hogy ha az ember tud nem gondolkozni, akkor a másiknak a gondolatait hallja. És horogra akadok, hogy úgy mondjam, és csinálom nagy
szenvedély nem a legjobb szó, de rendkívül aktívan, rendkívül értékelve az eredményt, és hogyha valaki egy hét múlva visszajön, és másodszor játszik a kurzuson, és valami történt közben, akkor az egy óriási elégtétel, az egy ajándék, az az igazi honorárium. És azok a levelek, amiket kapok 6 hónappal később, vagy 5 évvel később, hogy most értem, hogy miről volt szó, akkor. Mit akar megtanítani a gyerekeknek? Gyerekeknek, hát fiataloknak. Technikát, vagy mit tulajdonképpen? Én ezt soha nem tudom úgy igazán megérteni, hiszen végül is, akik eljutnak egy mesterkurzusra, azok tudnak zongorázni. Tudnak. Mit nem tudnak? Mit nem tudnak? Én először megpróbálom megtanítani az illetőnek azt, ami ő. Nem azt, ami én vagyok. Mert annak semmi értelme, nincs egy kópiát csinálni. Az ember alapprincipiumokat át tud adni, vagy amiket tapasztalt az életében, de tulajdonképpen együtt kutatjuk azt, hogy mit akart a komponista. Tehát megpróbálni megtanítani azt a zenét, ami létezett, mielőtt a papírra került. Mert a papírt mindenki el tudja olvasni. Ami megelőzte a papírt, hogyha azt sikerül valahogy együtt megtalálni, vagy az igazságnak egy verzióját abból, akkor valami sikerült. A technika az pedig egy olyan dolog, hogy az nagyon sokszor konfliktusba kerül a zenével. Több módon kerülhet konfliktusba. Vagy úgy, hogy átveszi a zene szerepét. Úgyhogy az illetőnek az izmai muzsikálnak. Most az izmoknak nincs sok zenei mondani valójuk. Vagy pedig de facto ellent mond annak, amit a szelleme elképzel. Nem azért, mert nem tud elég gyorsan vagy hangosan zongorázni, hanem azért, mert a koreográfiája a zongorázásnak nem megy együtt a zenei gondolattal, más hullámhosszon történik. Úgyhogy tulajdonképpen a tanítás egy része az egy ilyen tisztogatás. Ott van az a csomó fekete-fehér billentyűje, valaki zongorázik rajta már 15 éve, akkor már tudja, hogy az hol van. De esetleg még mindig fél, hogy nem találja meg, és a félelem az egy nagyon rossz tanácsadó. Rossz mozdulatokat csinál, szokások keletkeznek. Ez olyan, mintha valaki mindig jégen sétál, és mindig fél, hogy elcsúszik. És akkor a végén megtanul egy olyan járásmódot, hogy a járdán is úgy sétál. Megszabadítani a félelemtől, az egy fontos dolog. De megváltoztatni valamit, az egy nagyobb eredmény, mint megtanítani valakit arra, hogy ugyanazt a rosszat jobban csinálja. Nem is tudom, inkább nem mondom, inkább kérdezem. Változik a zongora előadó művészete az évek során, vagy évtizedek során? Vannak divatok, előadói divatok? Vannak. Igen. Először is, ahogy a zeneszerzőket fölfogjuk, az maga változik. Mozartot, miután meghalt, egy darabig nem is ismerték el. Aztán azt mondták, hogy ez egy könnyed, szép csipke, nem tudom mi. Ez még a zeneszerzőről képe is változik az idővel. De ezen a századon belül, szóval mondjuk nem éltem az egész századot, de nagy részét már igen.
láttam változásokat. Először is az egyéniségek jelentősebbek voltak annak idején. A hangversenyek közti különbségek nagyobbak voltak. Minden hangverseny, amit mint gyerek hallottam, Kortó, Levin, egy Rubinstein, egy Horowitz, stb. Mindegyik egy másfajta élmény volt. Mindegyiknek megvolt a maga igazsága, de az mindegyik egy élmény volt, nem volt kicserélhető egymással. Elmegyek egy zongorestre, nagyon jó lesz, de ugyanolyan lesz, mint amelyik volt a másik múlt héten. Óriási különbségek voltak. Úgyhogy azt hiszem, hogy az ilyen nagy egyéniségek, akik rányomják a bélyegüket valamire, azok egyre kevesebbek, vagy egyre kisebbek. Miért? Lehet valami magyarázat ennek? Lehet az a magyarázata, hogy egyre többen vannak. Például azon kívül az igény az más. Az ambíció az nem a közönséget nevelni, hanem kiszolgálni, ami annak idején talán kevésbé volt így. Én nem hiszem, hogy amikor persze Rubinstein is tetszeni akart, Rubinstein is hódítani akart, meg akarta hódítani a közönséget, és sok ráadást adni, és élvezte a feléje áradó szeretetet, de nem hiszem, hogy ebben megalkudott valamivel. Meg volt le győződve, hogy ha ő adja a legjobbat, akkor azt fogják a legjobban értékelni. Ez a bizonyos cipőkereskedői magatartás, amelyik nem azt mondja, hogy milyen jó cipőt kell csinálni, hanem milyen sokat eladni belőle, ez kevésbé volt. Kevésbé létezett annak idején. Lehet, hogy egy hullámvölgy alján vagy vagyunk, vagy arrafelé közeledünk? Lehet. Amilyen irányba a világ halad, az természetesen nekem se tetszik. És az az érzésem, hogy sokszor az ár ellen úszunk. Lehet? Érdemes? Hogyne. Hogy lehet-e, azt nem tudom, de hogy érdemes, abban biztos vagyok. Először is ezek a dolgok, ezek valamilyen módon örök kincsek. Például nekem fogalmam sincs arról, hogy mi történt pontosan a politikában, Mozart életében. Valami halvány fogalmam van róla. Leonardo da Vinciről tudom, hogy jóban volt a királlyal, és látogatta. De hogy ki volt akkor a kultuszminiszter, azt nem tudom. Ezek az örök dolgok, ezek túlélnek mindent. Hogyha van most egy ilyenfajta irányzat, akkor majd ez az irányzat kihal, és majd jön valami más. Minden esetre minden valódi hangverseny, azt hiszem kell, hogy egy nemesítő dolog legyen a közönség részére. Először is ma mindennek kiabálni kell, ugye az emberek egyre süketebbek. Ez valóban fiziológiailag így van. Az a sok fiatal, aki a fülén viszi a különböző Sony masinákat, amikor, vagy elmegy egy pártira, ahol ezek a hangszórók bömbölnek, az tényleg süketebb. A festmények azok egyre, hogy mondjam, rikítóbbaká válnak. A küszöbe a fölfogásnak az egyre magasabb. Úgyhogy most már ordítani kell, és hangosan, és gyorsan, és
mindegy az eszköz, mindegy a siker a fontos. Van egy ilyen tendencia. Ez a tendencia nem hiszem, hogy az egész jövőre vonatkozik, ez most van. Aztán majd nem lesz, majd kifinomul a dolog. Az emberek meggúnyják ezt, majd elkezdenek hallgatni, majd rájönnek a csend értékére. Hogy én megérem, azt nem hiszem, de a növendékeim igen. Ön sose volt hajlandó beállni ebbe a divatáramlatba? Ha úgy tetszik, előadó művészként az ára ellen úszott egész életében, vagy legalábbis az utolsó évtizedekben biztosan. És soha nem kísértette meg a mondjuk könnyebben elérhető siker? Tehát az a fajta látványos előadó művészi mód, ami mondjuk szinkronban van a korral, mármint ezzel a korral, a halsánság, a mutatványossága, a cirkusz, ami tulajdonképpen ma már szinte minden előadó művészi ágban megjelenik. Nem, ettől egy kicsit viszolygok tulajdonképpen. Nem az, hogy én csinálnám, azt hiszem, hogy szégyelném magam tulajdonképpen. Ki előtt? Mi előtt? Ő saját magam előtt. Hiszen az ember saját magához kell, hogy hű legyen elsősorban. Szóval, hogyha valamiben hiszek, akkor azt tudom csinálni. Hogyha nem, akkor az olyan mesterkért, nem is hiszem, hogy valódi sikert lehet elérni. Azon kívül bizonyos koron felül ez nevetséges. Évtizedes művészpálya tapasztalatai alapján. Mit gondol arról, egy ilyen hihetetlenül sikeres élethúthoz mi kell, vagy milyen arányban kell? Azt szokták mondani ugye, hogy egy ilyen pályához kell a tehetség, aztán kell a szorgalom, kell a szerencse, kell a menedzselés, vagy az önmenedzselés, vagy egy jó menedzser. Hogy látja ezt? Mi a legfontosabb? Nem tudom, először definiálni kéne, hogy mi egy sikeres életút. Hát például, ha zönni. Annak annyi fokozata van. És én nem hiszem, hogy én annak a csúcsán vagyok. Hiányzik valami még? Nem hiányzik, de én azt remélem, hogy még van idő mást találni, mást átélni. Szóval ez még egy befejezetlen élet. Mondjuk nem ülnék le megírni az életrajzomat, holott nálam fiatalabbak gyakran csinálják. Ez egyfajta optimizmus is, hogy mi vár rám. És talán arra is épül, hogyha játszom egy szólóestet, akkor a végén nem vagyok fáradt. Vagy hogyha tanítok reggeltől estig, hetekig, akkor nem vagyok fáradt. Ennek egyszer majd vége lesz, és akkor el tudok kezdeni gondolni a múltra, hogyha még tudok gondolkozni akkor. Vörös Martinak van egy sora, ha jól emlékszem, valami olyasmi, vagy talán pontosan így van, hogy ment-e a könyvek által a világ elébe. Én azt szeretném megkérdezni, mit gondol arról, ment-e a muzsika által a világ elé? Nem, az ember nem változott meg. Hogy a kultúra fontos az embernek, az biztos. De olyan sok rossz ember értékeli a kultúrát, hogy abban nem vagyok biztos, hogy a kultúra nem esít. Ezért kérdezem, mert hát tulajdonképpen akkor meg miért csinálja az ember?
miért hoz létre műveket, miért interpretálja azokat? Egy kényszer tulajdonképpen. Ugye miért írta Mozart azt, amit írt? Hogyha rendkívül ezotérikus akarok lenni, azt mondhatom, hogy nem is ő írta. Diktálták neki valahonnan. Egyébként az Einstein, aki inkább volt fizikus, mint metafizikus, mondta ezt. Azt mondta, hogy Mozart nem komponált, Mozart az másolt valamit, ami jött a világegyetemből. Most a zene az lehet nagyon sok minden. Persze lehet valami, ami rendkívül vulgáris, rendkívül közönséges, rengeteg oldala van. De a legmagasabb rendű része az valahol találkozik valamivel, amit csak isteninek lehet nevezni. Ami nem azt jelenti, hogy egy trónon ülő szakállas Istentől jön, hanem valamilyen módon egy magasabb helyről jön, mint ahol az ember létezik. És Mozartnak ehhez megvolt valamilyen módon az útja. De hát ha a Mozart kottáján valami olyasmi szerepel, ami nálunk magasabb helyről valahonnan a örökkévalótól vagy az örökkévalóságtól jön, akkor ön végül is ezt próbálja megtolmácsolni nekünk. Igen. Hogyne? De próbálom, nem sikerül, mert ahhoz nekem olyan zseninek kellene lenni, mint Mozart, amitől nagyon messze vagyok. De keresni, ahhoz mondjuk jogom van, vagy talán kötelességem is. Ettől hivatás, amit az ember csinál, és nem foglalkozás, vagy nem mesterség.